szép jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy itt vagytok. Ma megmutatok egy napot az életemből nektek. Remélem, hogy tetszik. Tehát vlogozom a napomat. Nem szoktam magyarul beszélni ilyen korán, de ma magyarul beszélünk ilyen korán. Oké, és nagyon jó volt ez a kis találkozó. Szóval egyszer hetente találkozom cég tulajdonosokkal, én is az vagyok, és csak hogy egymástól tanulhassunk, és nagyon sokat segít nekem. Bár korán, nagyon korán találkozunk, jó a segítség nekem. Na most, hogy befejezett, sétáltatunk el a kutyámat. Baloo, menjünk ki! Outside? Menjünk ki! Igen, igen, menjünk. Igen, menjünk, igen. Mit csinálsz? Igen, igen, igen. Menjünk, menjünk, menjünk. Igen, good boy. Azaz, igen, igen. Étel? Food? Étel? Food? Ügyes vagy, igen. Nem tudtam ezt a szót valamiért, nem tudom, de zabpehelyet. Nem tudom, hogy jól mondom-e, de zabpehelyet eszek. Nem néz ki finomnak, de a magyaró vajjal nagyon-nagyon finom. És tudom, hogy Magyarországon, ha jól emlékszem, nincsen magyaró vaj, de itt Amerikában naponta eszem. Ma sok a dolgom. Az a helyzet, hogy energiaitalokat csinálok, mint a Hell Energy a Magyarországon. Tudom, hogy az. Hát nem is kóstoltam, de hallottam, hogy jó. Ahogy mondtam, cég tulajdonos vagyok, és nem tudom, hogy jól mondom-e, hogy business owner, az a cég tulajdonos, de azt mondta a Google fordító. Otthon szoktam dolgozni, de ma be kell mennem egy étterembe. Ez egy új étterem lesz nekünk. És ma csinálunk képeket velük az italomról. Aztán, hát majd beszélünk róla. Most éppen dolgozom a számítógépen, és ide jött a fiam. Nagyon szeret engem, és én is őt. Szia, Nata! Szia! Sziasztok! Nem jött össze a fényképezés, szóval mentem Natáért, és most megyünk egy kávézóba, de nem kávéért, hanem csájért. Nem tudom, hogy van egy megfelelő... Nagyon-nagyon szereti a csájt. A csáj az a jéges csáj latte, nem tudom, hogy minden átok magyarul, de nagyon finom. És itt van a legjobb chai latte, Phoenixben. Yum! Az a jó, hogy nem normális tejjel, hanem zab tejjel. Az fontos, nagyon fontos. Ugye? Szia! Igen. Szia, kisfiam! Hogy vagy? Szia, Baloo. Igen, igen. Visszajöttem, érted? Igen. Most jöttem haza. És itt van a fiam, igen. Ahogy valamennyien tudjátok, a másik munkám az a videó szerkesztés, és most azt csinálom. Várjátok, most megmutatok valamit. Nem tudom miért csinálja, de nagyon vicces nekem. Ugye, igen, kis fiam. Oké, okay, most dolgozom. Hello, sziasztok megint! Nagyon sokat dolgoztam, de most megint sétáltatom a kutyámat, és utána megyek kosárlabdázni. Nagyon-nagyon szeretek kosárlabdázni, szóval menjünk. Még mindig több mint 100 fok van kint, nagyon meleg van, mert sivatagban lakom, de úgyis szeretem. Nagyon szeretem itt lakni, hogy szeretek itt lakni. Igen, azaz. Hol lesz a WC a mai napon? Most itt vagyunk, itt a barátom Anthony, meg a másik. Ismeritek a Natit, vagy a Natáliát. Most kosár labdázunk.
Nagyon nehéz ez a szó. Kosárlabdázunk. Angolul sokkal, nem tudom, csak azért, mert beszélek angolul, az anyanyelvem, de basketball az sokkal könnyebb nekem, mint a kosárlabdázni. Nem tudom. Nekem nehéz. Nehéz a nyelvetek, ti tudjátok. Sziasztok! Most megint érkeztem haza, és nagyon-nagyon jó volt kosárlabdázni. Annyira szeretem. Jó volt logni a barátaimmal, meg minden. Jó volt nagyon ma vlogozni, és logni veletek is. Szerintem párszor havonta fogom vlogozni. Ha tetszik nektek, akkor tudni szeretném, hogy ilyet szeretnétek látni. Ez egy nagyon átlagos nap volt nekem. Ahogy láttátok, sokat dolgoztam. Van az igazi munkám, a videó szerkesztés, meg a saját cégem. Meg ezen is dolgozom, a magyar nyelven, meg a videózás, a YouTube-ozáson is dolgozom. Szóval nagyon sok ötletem van a csatornáért. Az a lényeg, hogy jobban tudjak magyarul beszélni, veletek tudjak beszélgetni és logni itt a csatornán, és majd valamikor. Remélem, hogy 12 hónap, egy éven belül oda tudjak menni Magyarországra. Szerintem nagyon lehetséges. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszik a vlogozás, tényleg szóljatok a kommentekben. Nekem jól esik, ha nektek is tudnom kell. Köszönöm szépen, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ez az enyém. Enyém.